Az elmúlt évben jelentős fejlesztések történtek, és ezek egy része idén is folytatódik a Tolna megyei szakképzési centrum Percelmór Technikum és Kollégiumban. Jelenleg az iskola Jókai utcai épületének felújítása, modernizálása zajlik. Így a tervek szerint szeptemberben a diákok már ott folytathatják a tanulmányaikat. Intézményünk az a szerencsések közé tartozik, ami komoly fejlesztéseken megy át, főleg az utóbbi egy évben, tehát a 2020-as évvel kezdődően, több szakasza is volt, és most jutottunk el abba a fontos fázisba, amikor is a Bonyhádi önkormányzat a Jókai épületünket energetikailag felújította, és most történik a belső feltételrendszernek a korszerűsítése is. Nagyon örülünk, hogy ebben a Tolna megyei szakképzési centrum komoly szerepet vállalt anyagilag és maga műszakilag a kivitelezésben is oroszlán részt vállalva. Lehetővé teszi azt, hogy a 21. századnak megfelelő követelményrendszer alakuljon ki, tehát arra helyezünk hangsúlyt, hogy az oktatás minősége, hanem tényleg az, hogy a tanulók, tanulóbarát és a munkatársak is azért egy kellemes munkahelyi környezetbe tudják végezni a feladatukat. Itt talán azt mondanám, hogy szinte minden megváltozik és minden megújul. Tehát a padlózattól a burkolatok cseréje, a vizes blokkok cseréje, az energetikai vagy a villamos hálózatnak a felújítása, azt gondolom ezek mind-mind nagyon fontos tételek, ami elengedhetetlen manapság ahhoz, hogy egy iskola hatékony és energiabarát vagy környezetbarát módon működhessen. És hát úgy érzem, hogy a következő tanévben egy csodálatos környezetbe fogjuk külülni kezdeni a tanulmányokat. Első lépésben a Bonyhádi önkormányzat egy energetikai pályázat keretében már elvégezte az épület tető és homlokzat szigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, illetve a fűtésrendszer korszerűsítését. Következő lépésben pedig a szakképzési centrum az intézmény földszintjén kialakította az irodahálózatot, a kiszolgáló helyiségeket és a tanárikat is. Jelen pillanatban folyamatban van a második ütem. A második ütem az az épületnek a teljes villamos hálózat felújítását jelenti, és a harmadik ütemnek adtuk át a mai napon a munkaterületet, ahol a befejező munkálatokban a vizes blokk felújítás, a padozatok cseréje, illetve az épületnek a festése és a falak javítása fog megtörténni. Szeptember 1-én az oktatást már ebben a Jókai utcai épületben szeretnénk kezdeni. Úgy tűnik most, hogy mindenki ebben partner, és mindenki azon van, hogy augusztus közepére a beruházás befejeződjön. Hát nyilván utána még lesz egy kis feladatunk, mire berendezzük ismét az épületet, és igazi iskola lesz belőle. De hát az elképzelésre az a terv, hogy szeptember 1-én itt kezdjük meg a tanítást. Ez a beruházás összességében, ami harmadik ütemről most beszélünk, ez közel 170 millió forintos beruházást jelent. Ezt a centrum saját erőből fedezi most, erre külön támogatást nem kaptunk, illetve hát nyilván az állami támogatásunknak, a fenntartói támogatásunknak a részeként tudjuk mindezt megtenni. Én azt hiszem, hogy ma már ez egy elvitathatatlan tény és érték, hogy az oktatásnak olyan helyszínt kell, és fizikailag is olyan helyszínt kell biztosítani, ami mindennek megfelel. Mi most ezen vagyunk, és ezért is tesszük ezt a beruházást. Dömötör Csaba szerint ez egy hatalmas előrelépés az iskola és a szakképzési centrum életében is, hiszen egy teljesen új, a 21. századi kihívásoknak megfelelő, modern épületbe térhetnek vissza a diákok.